A járvány miatt érvényben lévő védelmi intézkedések miatt a nemzeti ünnepen idén tilos rendezvényeket tartani. Erre hívta fel a figyelmet az operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese. Kis Róbert azt mondta, március 15-ére a közösségi oldalakon több magánszemély és gyülekezésre hívja az embereket. Úgy fogalmazott, a gyülekezés nem csak az egészséget veszélyezteti, de tilos is. A jogszabály értelmében rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, tartani, illetve annak a helyszínén tartózkodni tilos. A szigorú szabályozásnak, mint már sokszor elmondtuk, az a célja, hogy a koronavírus közösségi terjedését megakadályozzuk. A csoportosulással, a gyülekezéssel a résztvevők veszélynek tehetik ki saját és mások egészségét, és ismételten mindenkit arra kérünk, hogy valamennyiünk egészségének védelme érdekében kerüljék a gyülekezést, illetve a gyűlés szervezését, és tartsák be a védelmi intézkedéseket.